Dominikában élek, most itt van Bogi, a húgom, úton vagyunk New York City-ben, Bogi első New York City-s élménye lesz ez a mai. Bogi azt mondta, lőj egy videót, a 20 000-es buszjegyről ilyen drága buszom még nem ült soha. Igen, ez így van. Magyarországon azért a legdrágább is 5 000 forint. Igen. 58 dollár volt a buszjegyünk oda-vissza, de a busz pontban 9-kor indult, ez a busz mellett szól. És van lábdátó. Na sziasztok, majd bejelentkezek még, puszi. Sziasztok, ma érkeztünk Manhattanbe. Bogi, mi a véleményed eddig Manhattanról? Van, rengeteg ember van, és mindenki tolakszik, és nagyon-nagyon hosszú volt az utunk, szóval egy kicsit fáradt vagyok. Bogi fáradt, de most csinálunk pár fotót, aztán nem megyünk Chinatownba. Rengeteg hirdetőtábla, mutasd meg a hirdetőtáblákat, teljesen. Én megmondom, keresünk egy jó éttermet. Bogi, mindjárt beviszem a Madame Tussauds-ba. Bogi azt mondta az út közepén, hogy csináljak videókat mindenről. Mondtam neki, hogy oda kell figyelni, észre kell lenni, mert igen-igen csak előtnek, hogyha videózgatok. Fokat most beszabadult itt a Sephora-ba. Szerintem mindenki ki fogom tudni majd rángatni. Nem nézzek, miből vannak, de totorányosak. Hello Kitty, Lévi. Tök jó szerintem. Mindenki fotók könne Bogi. Persze. Coffee Bogi, ez az én helyem. Espresso, wine, churros. Megérkeztünk Bogival a Times Square-re. Most csak pár fotót csináltam, és keresek egy kávét. Szeretnék egy kávét, de nem tudom igazából, hogy honnan? Tudni vagyok, Bogival lőnünk a Subway-n. Lejösszünk, most megyünk downtownba, Brooklyn Bridge-hez. Keresünk valami jó kis kínai kaját. Boginak a unicorn és a jégkrémet megmutatom. Legutóbb, mikor itt voltam, megtaláltam Tai, aki a neve a helynek. Most lőnünk a Subway-n. Bennünk kellett ilyen metrókártyát. Ez 5.50 volt plusz 1 dollár a kártya, ezt fel lehet tölteni. Most ezen 2 jegy van, lemegyünk downtownba, majd onnan visszajövünk uptownba, a Times Square-hez. És megkeressük a Brooklyn Bridge-et, Bogi. Igen, rengeteg emberrel találkoztunk már, és nagyon kimerítő. Én nem látok soha New York-ba szerintem. Bogi, még nem is látod semmit. Nagy a pörgést, de én szeretem a pörgést. Na, majd jelentkezünk, pá! Közben megtaláltuk a csikarosit, ahol vettem egy ilyen pokéból a neve. Ez a menő. Ezek a pálcikákkal soha nem tudtam enni. Mindig kérek hozzá egy villát, de az nincsen csak a nem. Most dó sincs itt, és mi nincs mész. Wifi sincsen, nem tudom, hogy hogy. De izgatott vagyok, szeretek olyan kajákat venni, amit ott, ahol mi lakunk, nem tudok, vagy ami újdonság. Ez lásdnak számít, és 18 dollárt fizettem érte, lehet, hogy soknak tűnik, de itt ez nem egy ilyen iszonyat nagy durva ár. Na, hozzá, majd jelentkezem, sziasztok! A Baxter Street-en van, Raiak a neve. Igen, még fel, mit van közel, de igazából már nem tudom is, ami hol van. Tudom, hogy volt az nagy sor van, csak a jégkrémeshez. Megtaláltuk kültet. De most egy fél órát kell várni a jégkrémre. Egyedül ennyi rossz New Yorkban, hogy tényleg olyan tömeg van, és olyan sorok vannak mindenhol, amivel az ember, nem tudom, van türelme, vár, ha nincs, akkor nem. Már 20 Bogi, miért most kellett adom nekünk állni az utcán. Bogi, miért most megvárom, de amúgy egyedül lennék, nem várnám ezt. Mindenhol bazáros, mindenhol ezeket a szuvenírokat árulják. Minden drága akarnak kupálni. A kínai nőnek is kucsis táskája van. Nagy újdon táskára zárul, amit Chinatownnak is tenni. De ez az egész Kennel Street Chinatown amúgy. Bogi Peking kacsát akar, most azt keressük. Itt aztán van minden. Nem tudom, mi ilyen. Bogi, ez az utca Mott Street. Ja. Mott Street. Aha, ez az, nem is tudom, mi ez. Ez az igazi Chinatown, itt belejöttünk a javába.
minden csak kínaiul van kívül, azt tudom, hogy mi. Ennek ilyen dolgok. A pokit azt szeretem. Peking Duck House, Bogi-nak aztja, Peking kocsára vágyik. Elég szeret idő amúgy. Ennek a... Bogi talált magának egy unicorn-t is itt az éjjel. Nem is tudom miért. Meg fogom kóstolni a bubble tea-t. Szeretnék egy... Jó mocsit ezt szeretnénk, és megkóstolom magam a bubble tea-t. Köszön ki. Meg megkeressük a Brooklyn Bridge-et. Mert egy hajlékszemnek a dugukás, amit tökény tudni. Dollárjelek vannak a falon. Hogy kell élni? Hát az amerikai király kicsit nagyobb, mint a magyar. Ez csak egy appetizer. Duck rice. Barbecue rib, disznó, ez is disznó. Sokat nem menni egy új ideje, úgyhogy most nem tudom megkóstolni, igazából így bírek ezek a migrének ellen. Most ebben a hónapban szerencsére nem volt, úgyhogy majd meglátjuk. De Bogit elvesztem, és ő ezteket meg akarta kóstolni. Ez kb. 30 dollár lesz, itt mindig 20% borra valót adni, tehát olyan 36 dollárt fogunk fizetni. A Boginek ízik nagyon minden, ennél autentikusabb Chinese restaurantot biztos, hogy nem találtunk volna. Igaz, a habó megijesztett az étterem előtt, de az is tudja, hogy hova kell menni. Úgy tűnt, örülök, hogy megtaláltuk. Ezután megkeressük a Blue Ridge-et. Szerintem voltak. Ez milyen jó gomba. Közben eljöttünk egy ilyen bubble tea-t, ki akarunk próbálni Bogiban. Itt van millió fajta van hátul, ha látjátok. Ilyet választottunk, ami lila, és Taro a neve. És most arra várunk, azt meg fogják itt csinálni. Aztán megkóstoljuk, nem tudom, hogy miért jobb ez a bubble dolog, vagy miért nem. De kipróbáljuk, és remélem finom lesz. Lila, szépnek már szép. Ugye Bogi, Bogi most egy teválogatáson gondolkodik. Sok puszi, sziasztok! Mennyibe kerültem tele? 10 dollár átlásokat. Itt van a Brooklyn Bridge-hez, és felfedeztük itt ezt a... Nem is tudom, Columbus Park? De Columbus Park volt szerintem. Közepen, a középen pedig van egy, amely most eljöttünk. Itt van ez valamilyen... Nem tudom, ilyen szép buildingek, ezek courthouse, jog, törvényszék, bíróság. Ilyen helyek vannak itt. Tettük ez a szökőkültet középen. Ha látod egy jó kis letartóztatást, fedbeveltek egy esernyőre. Brooklyn Bridge-hez, aztán kihozzák el, hogy jobban látszik a igazi Manhattan, hogy mindenki elképzel. Vagy park középen, Chambers Street. Igen, most van itt már, akkor is felhettem, hogy vannak. Kezd nagyon melegem lenni. Gyere, Bogi! Nézzük a háttérbe, itt van Bogi is. Csináljunk arról is videót és mindenre. Aha, itt van melegre.
Mindenkinek annyi vagyok, eljöttünk a Met Múzeumba, feljöttünk a rooftopra, a tetőre, és innen látszik Manhattan nagyon-nagyon szépen mögöttem. Látjátok? Majd összevágom jobban a videót, hogy lássátok. Nagyon-nagyon tetszik ez a múzeum, most van egy divat kiállítás, és örülök, hogy Bogatata volt, hogy jöjjünk el, örülök, hogy eljöttünk, mert nagyon-nagyon tetszett az egész fashion kiállítást, és a szobrok, az egyiptomi kultúra. Mindjárt meg is mutatom, miket látok innen. Van egy názás kiállítás, ezt még szeretném megnézni, és akkor utána veszünk valami vacsit, aztán megyünk haza, olyan este 10-es busztal kb. Igen, ide egy nap is kevés, igazából csak átszágódott. Nem is nagyon tudtunk így mindent elolvasni, megnézni, csak átsékoltunk. Igen. Sok puszi, sziasztok!